Ez a román emberke, aki meg volt halva 13 órán keresztül, és végül felébredt a hullaházban, és elmondta, hogy mit látott. Ő azt mondta, arról beszélt, hogy ő kapott egy ilyen látogatói engedélyt, egy ilyen látogatói belépőt ugye a mennyek országába, tehát betekintést nyerhetett a mennyek országába. Kapott egy ilyen ideiglenes testet, ugye, ilyen megdicsült testet. Tehát valamelyest betekintést nyerhetett abban, hogy milyen a tökéletesség, milyen a mennyek országa. És az angyal közölte vele, hogy vissza kell jöjjön onnét, mert ő csak ideiglenesen nyert betekintést a mennyek országába, hogy arról bizonságot tehessen. Ezt azért mondom el nektek, mert én is hasonlóképpen jártam, mint ő. Tehát annyi különbsége, hogy én nem haltam meg, hanem nekem szó szerint itt a Földön a mindenható Isten megmutatta a mennyek országát. De nem azért, mert én megérdemeltem, sőt, még mindig csodálkozok azon, hogy ez hogy történhetett meg velem, tehát hogy nyerhettem betekintést gyarló és bűnös ember létemre abba az állapotba, ami lehetne még itt a Földön is, valamilyen mértékben megélhetnék itt a Földön is. Amikor ugyanis Indiában voltam, és 9 hónapon keresztül megéltem a teljes gondviselést, azt, hogy én semmitől nem féltem, semmitől nem kellett féljek, egy idegen országban, ráadásul nem egy nyugat-európai országban, hanem ugye a harmadik világ országaiban, Indiában. Egyedül voltam, pénz nélkül, és azt érezhettem közel 9 napon keresztül, hogy az enyém az egész világ. Az enyém az egész világ. Tehát minden az enyém, és bőségesen megvan mindenem, annélkül, hogy aggódnék bármiért is. Tehát én olyan dolgot tapasztaltam Indiában, amit én nem érdemeltem meg, hisz én is olyan, épp olyan bűnös ember voltam, épp olyan gyarló és bűnös ember voltam, mint a legtöbben, akik hallgatják ezt a felvételt, vagy általában a legtöbb ember a Földön. Ezért ugye nyilván sokan felnéztek rám egy időben, főképp amikor folyamatosan beszéltem erről, közítettem azt, hogy mik történnek velem ott Indiában. Sokan felnéztek rám, és azt gondolták, hogy valami különleges ember vagyok. Talán még én is meg voltam kísértve avval a gondolattal, hogy én különlegesebb vagyok, mint bárki más. De ez hazugság volt, emberek. Sosem voltam különlegesebb, nem voltam sem jobb, sem okosabb, sem ügyesebb, mint mások. Egyszerűen ez így történt velem az életemben, hogy Isten megadta nekem azt, hogy betekintést nyerjek abba, hogy milyen lehetne az élet még itt a Földön is. Tehát kaptam én is egy ilyen látogatói engedélyt én is a mennyek országába. Tehát hangsúlyozom, ezt úgy érzem, hogy nagyon fontos hangsúlyozzam, hogy ezt az engedélyt én nem azért kaptam, mert megérdemeltem, vagy jó voltam, sem jó nem voltam, sem meg nem érdemeltem, sőt, egy perverz, mocsok, bűnös ember voltam, állat voltam. Én még Indiában is, ugye szégyen, nem szégyen, úgy mentem ki, hogy hát hívtam a barátnőmet, és a másik barátnőmet is, tehát annyira szabad akartam én lenni, úgymond a magam módján, hogy hát szó szerint én azt akartam megélni, hogy nekem minden szabad, tehát nekem lehet több barátnőm egyszerre, és azt csinálok, amit akarok szó szerint. Persze, ezt Isten megváltoztatta az én fejemben, tehát ez nem maradt így, hála Istennek. És talán csak annyi volt bennem, ami fontos lehetett az élő Isten számára is, ami egy fontos, mondjam azt, jellemvonás, vagy egy tulajdonság volt bennem, hogy tényleg bármit is megkaptam, bármilyen jót megkaptam ezen a Földön, akár jó munkahelye, vagy több pénz, vagy barátnő, vagy barátnők, vagy bármi, valahogy éreztem a szívemben, hogy én mindennél jobban vágyok az igazságra. Mindennél jobban vágyok az igazságra, és ez így is volt, főképp miután végignéztem apámat meghalni. Azt hiszem, hogy semmi jó nem volt bennem ezen kívül. És azt kell mondjam, hogy ez is úgymond Isten ajándéka, tehát hogyha ő nem adja meg, valakinek ezt nem adja meg, az igazság szeretetét, vagy azt a kívánságot, hogy az ember kívánja megismerni az igazságot, ha ő nem adja meg, akkor azt nem kapja meg senki. Ez nem úgy van, hogy addig olvasok egy könyvet, amíg beleződülök, vagy megkapom az igazságnak a szeretetét. Nem. Tehát látom embertársaimon azt, hogy rengetegen kínlódnak, valóságosan kínlódnak, és gyötrődnek, és szenvednek,
hogy megismerjék az igazságot, ugye, és tudjuk jó, hogy van ez a truther, tehát ez a mozgalom, ugye, világszerte, igazságkereső mozgalmak, ugye, ami legtöbbször, hogy mondjam, betetőződik abban, hogy az emberek megragadnak az összeesküvés elméletekben. Tehát a legtöbb ilyen truther mozgalom, tehát ilyen igazságkereső mozgalom arról szól, hogy az ember próbálja a valóságot megismerni, és akkor hallgassa a híreket, hallgatja a híreket, meg az összeesküvés elméleteket, meg az alternatív híreket, meg mindent, és végén meg vagy vérzés kap, vagy pedig az agyában rövid zárlat lesz. És igen, azt látom, hogy nagyon sok ember egyszerűen nem tud hozzáférni az igazsághoz, mert nem akarja megérteni ezt az egyszerű dolgot, amit az előbb elmondhattam, hogy az, hogy az ember szereti az igazságot, és hogy ott van ez a kívánság az ő szívében, még ez is ajándék. Hogyha valaki ezt nem kapta meg a Teremtő Istentől, akkor a fejre is állhat, és ott a fején ugrabugrálhat, és olvashatja a Bibliát, meg a Védákat, meg bármit olvashat, meg tanulhat, elmehet akármilyen vallásba, vagy tanfolyamra, egyszerűen nem fogja tudni megkapni az igazságot, mert az igazság az nem információ. Tehát hangsúlyozom, az, hogy valaki az igazságot szereti, vagy szeretheti, még ez is Isten ajándéka. Ezért egyik legkedvesebb bizonság számomra, amit láttam valaha az interneten, egy amerikai hölgy, fiatal hölgynek a bizonsága, aki hozzáment egy skót emberhez, aki valamilyen lelkész volt, valamilyen pásztorszerűség, és elmondta azt, hogy nász éjszaka után reggel, amikor felkeltek, azt mondta neki a vőlegény, tehát a férje, ugye az újdonsült férje, hogy imádkozzanak együtt. És a csaj nézett ki a fejéből, hogy ez meg van ződülve, hogy lehetséges, hogy ő a nász éjszaka után imádkozni akar. Tehát nem tud legalább most nász éjszakán, vagy nász úton nem tudja kihagyni az imádságot, hogy ő Istenhez fohászkodja. Nem tudta. Ez akkora botrány volt számára, hogy az ő férjének az első gondolata, még a nász éjszaka után is, Isten, hogy egyszerűen ledöbbent. Tehát kellett szembesüljön azzal, hogy ő valójában csak beszélt Istenről. Ő valójában csak hallott róla ezt-azt. De ő nem ismerte Istent. Ő nem tudta felfogni, hogy egyes bizonságtevők hogy tudnak ilyen nagy lelkesedéssel beszélni Istenről. És ez egy óriási botrány volt számára, hogy a nász éjszaka után, hogy immár van neki is egy férje, akivel élhetné a földi mennyországot, ugye a földi Édent, ugye az Ádám és Éva álmát, de a férje nász éjszaka után is imádkozni akar. És ő itt szembesült azzal, hogy ő nem ismeri Istent. Hogy ő valójában nem ismeri Istent. Valójában nem ismerte meg a mindenható Istent. Hogy ő csak azt hitte, hogy ismeri, mert az ő apja is valami lelkész volt, valami baptista lelkész, vagy nem tudom én, és hát ilyen vallásos körökben nőtt fel, meg bibliaiskola, vasárnapi iskola, meg biblia tanfolyam, meg minden, de ő nem ismerte Istent. És annyira megszomorodott, hogy egyszer csak úgy imádkozott Jézushoz, hogy őszintén megvallotta, hogy te az igazság az, hogy én nem szeretlek téged. Én azt hittem, hogy hiszek benned, azt hittem, hogy szeretlek téged, de valójában én nem szeretlek téged. És talán még azt mondta, hogy nem is nagyon vágyom rád, tehát hogy igazából nem is akarok én többet belőled. Tehát ha akarod, akkor nekem megadhatod azt, hogy szeresselek, de én muszáj belássam, hogy én téged nem szeretlek. Én azt hittem, hogy szeretlek, azt hittem, hogy hiszek benned, mint ahogy nagyon sok ember a vallásokban el van hitetve azzal, hogy hisz Istenben, miközben a legtöbb ember nem is tudja. A legtöbb ember nincsen tudatában annak, hogy ő nem hisz Istenben. Hogy ő azt hiszi, hogy hisz Istenben. És lehet, hogy a hallgatók között is többen vannak, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben, miközben nem hisznek benne. Miközben nincsen meg az a vágy bennük, ami megvan egy mennyasszonyban a vőlegénye iránt. Tehát Pál apostol nem hiába, így jelképesen nem hiába mutatja úgy be Jézust, mint a vőlegényt és a gyermekeket, Istennek a gyermekeit, mint a mennyasszonyt, ugye a Krisztus testét, ugye az egyházat, mint a mennyasszonyt úgy mutatja be. Ha az emberben nincsen meg az igazság szeretete, akkor a fejre is állhat, bármit csinálhat, nincs, hogy megismerje az igazságot, lehetetlen. Tehát az ember annyira kell vágyakozzon az igazságra, mint ahogy Isten megengedte, hogy vágyakozzunk egymásra, hogy a férfi a nőre vágyakozik, és a nő a férfira, megengedte a paráznaságot, megengedte a testiséget, megengedte ezt a hazug romantikát,
megengedte azért, hogy tapasztaljuk meg, hogy milyen az, amikor az ember szerelmes, és nem tud józanul gondolkodni. Ami, tehát a szó jó értelemben mondom. Tehát nem tud józanul gondolkodni. Mert a szerelemben nincsen józanság. Tehát én, hogyha az igazságot szeretem, akkor ott abban nincsen józanság. Az igazság szeretet, vagy pedig a kapcsolatom a mindenható Istennel az nem arról szól, hogy én mindent értek, mindent felülbírálok, folyton akadékoskodok, folyton beszólok Istennek, hogy szerintem így, szerintem úgy, meg úgy gondolom, meg úgy érzem. Ilyen nincs. Ezért engedte meg az Úristen még a paráznaságot is földi értelemben. Tehát nem is a paráznaságot, hanem leginkább az, hogy a férfi és a nő vonzódjon egymáshoz, ugye? Tehát mivel szétváltak, Ádámból ki lett véve az Éva, ugye? Ezért a kettő vonzódik egymáshoz, mert próbálja visszaszerezni valahogy az Ádám az Évát és Éva az Ádámot, hogy újból egyesüljenek. Csak ugye, amit az ember, amit Isten egybe teremtett, ugye, azt az ember szétválasztotta, és emberileg akarunk mi egyesülni, és ebből származik a testiség, hogy mi emberileg akarunk egyesülni. Tehát azt, amit lelkileg elrontottunk, azt testileg nem lehet helyrehozni, ugye? Nem lehet helyreállítani. Viszont megvan a vágy, tehát a férfiban megvan a vágy arra, hogy a nőt közel érezhesse magához. A nőben úgy szintén ugye, vágyakoznak egymásra, és Isten megengedte ezt az érzést, hogy fogjuk fel valahogy azt, hogy ugyanígy kell vágyakozzon minden egyes ember. Tehát, hogyha a férfi nem vágyakozik így az élő Istenre, a Krisztusra, az igazságra, mint ahogy korábban vágyakozott egy nőre, nincs esélye. Tehát az ilyen ember nyugodtan visszamehet az ő munkájába, abban, amit csinált ő mostanig egész életében, mert nincs, ahogy megismerje az igazságot. Érthető emberek? Vagy hogyha a nő nem vágyakozik úgy az igazságra, mint ahogy korábban vágyakozott egy férfira, vagy az ő szerelmére, amíg még hitt abban a szerelemben, ebben a földi szerelemben, ha nem tud így vágyakozni, még annál is erősebben nem tud vágyakozni az igazságra, nem fogja megismerni azt, ha valaki jobban szereti az ő férjét, a feleségét, az anyját, az apját, a földi szeretteit, mint engemet, nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Na ez az emberek, amit ha nem fogunk fel valahogy, hogyha ez nem születik meg bennünk, akkor semmiképp nem láthatjuk meg az Isten országát. Sem a Biblia, sem az evangélium, semmi, nem ér semmit emberek. Ezt, aki nem fogja fel, hogy ilyen tűz kell legyen mi bennünk az igazság iránt. Ha valaki nem gyűlöli meg ezt az elcseszett földi életét, amiben ő élt, és ő még mindig a Magyarországot akarja megjavítani, vagy a házasságát, az az ember esélytelen az igazságra. Esélytelen. Muszáj így fogalmazza. Tehát nincs esélye, aki még itten akarja megjavítani ezeket a problémákat, a városában, az önkormányzatban, vagy a házasságában, annak az embernek nincs esélye az igazságra, a Krisztusra. Ez az igazság. Tehát ezt azért mondom el, hogyha valaki mer szembesülni azzal, hogy ő már, ugye már, tegyük fel, már túl van a 30-on, túl van 40-en, ugye már nem fiatalodik, hanem inkább öregszik már, ugye megbetegedik, meg meggyengül, már itt is fáj, meg ott is fáj, és még úgy is a lentieket akarja megjavítani, az az ember kizárta saját magát a mennyek országából. Valaki ezt felfogja, amit most mondok? Ha te még mindig itt akarsz intézkedni, meg tenni-venni, meg rakocsálni, meg építeni, meg bontani, meg szerezni, meg adni, meg venni, kizártad magadat a mennyek. Nem Isten zárt ki, te magadat kizártad, mert ezt a patkányukat, ezt az egérjukat, ugye, ezt a pöcegödröt akarod te kidekorálni még mindig. Ezt akarod szépen feldíszíteni. Ezért mondtam el az előbb azt a történetet a hölgyel, hogy ő neki szembesülnie kellett azzal, hogy ő egész életében vallásos volt, ismerte a Bibliát, meg minden, de ő le kellett térdeljen, és el kellett mondja, hogy befogta a száját, és többet nem dumált, és nem fecsegett a férjének a fejébe, nem töltött az ő fejét fölösleges dumával, hanem egyszerűen bement a belső szobájába, letérdelt, és azt mondta, hogy Uram, én téged nem szeretlek. Na, emberek, itt kezdődik a megtérés. Jó figyelj. Azt mondja, Uram, én téged nem szeretlek. Belátta, bevallotta, még meg kapott egy kemény tükröt,
az ő féle személyében, hogy a félnek mindennél fontosabb volt. Oké, még nem szárnyalta túl a földi dolgot, a testi dolgot, ugye azért csak megnősült, azért a cerka még biztos állt, meg voltak elképzelései, meg minden, de viszont valahogy ott volt a szívében, hogy számára mindennél fontosabb a Krisztus. És ez a nő nem fogta fel, Éva nem fogta fel. Meg van balandulva, hát most volt a nagy szakánk, most tekertünk le három partit egymás után. És ő imádkozni akar. Ő ezt nem tudta felfogni, hogy mi történik, milyen baja van nek a férfinak. És amikor ő szembesült azzal, hogy ő csak dumált Istenről, meg ottan bibliázgatott, meg biztos YouTube-on hallgatta a kiáltószót, egy ilyen angol kiáltószót, Voice in the Desert, ugye hallgatta őket például, vagy valamilyen vallást. Tehát ő nem ismerte Istent. Ő nem tudta, hogy mi az, hogy szerelem. És akkor mondta azt, hogy Uram, én téged nem szeretlek. Én téged soha nem is szerettelek. Én csak most szembesülök azzal. Én téged nem szerettelek. Nem tudlak szeretni. Nem tudlak szeretni. Ha akarod, akkor add meg nekem azt, hogy szeresselek téged. Ha akarod, tanítsál meg engemet szeretni. Na ezt mondta ez a nő. És így kezdődött a valódi Istenhez fordulás. A valódi Istenhez fordulás az új ember, amikor bemerte látni azt, hogy benne nem volt Isten szeretet, nem volt igazság szeretet, csak azt hitte, hogy van. Azt hitte, hogy hisz Istenben. Na ezért mondtam, nem is, tehát nincs érdem ezt tovább hallgatni, ezt a felvételt, amíg az ilyen alapvető dolgokat nem tisztázzuk le, ezért az előbb megint elterettem a figyelmet, láttam, hogy valaki írt egy regényt kommentbe, és akkor mondom, oké, elolvasom, lássuk, hogy mi ez a fontos dolog, és azzal szépen kizökkentettem magamat. Ezért mondtam azt, hogy nincs értelme ezt tovább mondani, amiről most itten szeretnék beszélni, nincs értelme tovább mondani. Hogyha egy ilyen filórás bevezetőt, ugye, nem mondok el arról, hogy mi az, hogy igazság szeretet, hogy mindenek előtt, mindenek fölött van az bennem a szívemben, a teremtőm, az ő szava, mindenek előtt és mindenek fölött van. Hogyha ez nincsen meg benned, kapcsol ki a kiáltószót, ne verd át magadat a kiáltószóval. Kérlek szépen, kapcsold ki, mert nem neked való. Nem neked való a kiáltó szó, kapcsold ki. Ha nincsen meg az a tűz benned, hogy mindennél jobban ragaszkodsz ahhoz, hogy megismert azt, aki téged teremtett, életet lehet a testedbe. Kapcsold ki a kiáltó szót, mert fölösleges. Nézz valami mást, nézzél valami komédiát, vagy valami akármit a szilveszteri műsort. Mert nincs értelme hallgassad. Vagy pedig, hogyha valaki most e szavak által mer szembesülni azzal, hogy ő egy hatalmas langyosságban van, lagymatagságban volt egész életében, ilyen időleges Isten szeretet, ilyen temporális dolog, hogy hát most éppen ráérek szeretni a teremtőmet, az igazságot, mondok neki egy mi atyánkot, hogy nehogy megsértődjön rá, nem gondolta. Tehát aki ezzel nem mer szembesülni emberek, tehát nincs értelme tovább hallgassam, mert olyan tartalmak jönnek, olyan tartalmakat szeretnék elmondani, amiket megláthattam, hogy nincs, ahogy megértse. Akiben ez nincsen meg, hogy kívánja mindennél jobban, hogy már tele van a hócipője a saját agyvelejével, és tele van a hócipője az összes szokásával, meg ragaszkodásával, meg elképzeléseivel, hogy hogyan kéne megjavítani Magyarországot, meg Törökországot, meg Oroszországot. Aki még ilyen dolgokkal foglalkozik, nem neki való az igazság. Annak az összeesküvés elméletek, az alternatív média, orvérzésig, addig, amíg már locsan ki a vér az orrodból, az agyadból így folyik ki a vér, hogy ne kapja agyvérzést, folyik, mert általában az itt van az orvérzés, ne kapja agyvérzést. Hallgasd az összeesküvés elméleteket addig, amíg orvérzést kapsz, így már ömlik ki az orrodon a vér, és már folyik már minden a vér, mert veszít a lelket a sok hülyeséggel. Hogyha nem laktál jól a sok hazugsággal, az emberi elgondolásokkal, az, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg hogy mit mond az a miniszter, a másik, a harmadik, meg hogyan kéne megjavítani, meg a klímát, meg hogy a gazdaság, meg a nyugdíj alap, meg ilyenekkel foglalkozol, nem neked való. Nincs értelme, hogy a kiáltó szót úgysem fogod megérteni. Csak akkor, hogyha érzed a szívedbe valami szorongat, hogy annyira tele van már a hócipőt az emberi gondolatokkal, az emberi elképzelésekkel, a saját emberi dolgaiddal, hogy már nem is akarsz élni, ha nem utáltad meg ezt a rohadt életet, amiben vagy mostanik, amiben voltál mostanik, ha nem gyűlölted meg a saját lelkedet, amiben voltál mostanik, nincs ahogy megértsd az igazságot. Lehetetlen. Nincs esély, no chance, magyarul. Na, ez a rövid bevezető.
És akkor ugye elmondtam azt, hogy Isten nekem megengedte, hogy meglássam, milyen a mennyek országát a Földön. Nem azért, mert vagányfiú voltam, ügyes voltam, nem, perverz voltam, két barátnőm volt, gyötörtem őket, féltékenyítettem őket, aljas, mocsok disznó voltam emberek. Tehát nem, most sem vagyok szerintem egy erkölcsi bajnok, de mindegy. Tehát nem azért, mert megérdemeltem volna, ezt akarom ezzel hangsúlyozni. Nem azért, mert megérdemeltem, hanem azért, mert az Isten, a mindenható Isten megadta valamit, meg kívánta megismerni az igazságot. Tehát teljesen úgymond mondjam azt, érdemtelenül kaptam én betekintést a mennyek országába, és úgy érzem, hogy én nem voltam eléggé hűséges ahhoz, amit kaptam. Hát én nagyon sok mindent kaptam ettől az élettől, ehhez élettől, az élet szerzőjétől, most már mindjárt én is belemek a panteizmusba. Annyi mindent kaptam a mindenható Istentől, hogy egyszerűen, tehát úgy érzem, hogy nem vagyok, nem voltam elég hűséges és jó sáfár, tehát sokkal többet adhattam volna én is embertársaimnak ahhoz képest, amit kaptam. Tehát úgy képzétek el, hogy 9 hónap alatt én megtapasztaltam azt, hogy nekem az ég adta világon semmilyen bántódásom nem esett. Bármi van a Földön, bármivel találkozok, minden értem van. Az egész utazás, minden találkozás különböző emberekkel. Behívtak, megvendégeltek, királycsaládok, egyszerű emberek a dzsungelben, mindenhol otthon voltam emberek. Megtapasztaltam azt, meg is kellett mondjam anyámnak azt, hogy te felejtsd el, nem vagyok a fiat. Hát én itt találkoztam, nekem anyám itt van, én itt találkozok anyámmal. Minden nap egy másik, minden nap nekem egy más anyám van, de én azt megélem azt, hogy úgy szeret engemet, minthogyha én itt születtem volna, mintha ő nevelt volna fel engemet. Csak azt mondtam anyámnak, hogy te is tedd ezt idehaza, mert én nem vagyok otthon, lehet, hogy többet engemet soha nem fogsz látni. Tedd azt, hogy akit lehet, akit tudsz, szeresd úgy, mintha fiad lenne. Ezt tudtam akkor mondani, mert én ezt tapasztaltam ottan. Tehát mondom, hogy én kaptam egy ilyen látogatói engedélyt a mennyek országába. Tehát minden egyes ember, akivel találkoztam, mindenki csak segíteni akart nekem, mindenki a javamat akarta, elszállásoltak, pénzt is adtak, nem is kértem, ennem adtak, ruhát adtak, felöltöztettek, mindent megtapasztaltam ember. Tehát úgy, mintha mennybe lettem volna. Úgyhogy semmit nem kellett csinálják, sőt, én amit tehettem, azt akkor is tettem, mert ugye úgy alakult, hogy belekerültem egy ilyen Gandhi, Mahatma Gandhinak a városában voltam, a szülővárosában voltam, és ott találkoztam el emberekkel, akik elvittek engemet különböző televíziókhoz, meg újságokhoz, meg interjúkat készítettek, meg végül belekerültem egy ilyen előadássorozatba, hívtak különböző iskolákba, meg egyetemekre előadást tartani arról, amit képviselek. Amit képviseltem, béke és megértés. Így volt, béke és megértés. Around the world for peace and understanding. Öt körül a békét és a megértésért. És erről beszéltem, és ugye mindenhol kínáltak pénzzel is, de nem akartam elfogadni, mert nem volt szükségem. Valahogy azt kaptam a szívembe, ezt is a mindenható Isten helyezte a szívembe, hogy ne akarjak pénzt kérni semmiből, mert én mindent ingyen kapok. Az óriási botrányom volt, hogy tartok egy olyan előadást, ami tényleg tartalmas volt, és tanárok, professzorok is végighallgatták örömmel, és értékesnek tartották, de nem kértem semmit. Mondtam neki, nem kell semmi, én ingyen akarom ezt csinálni. Hogyha adtok valamit ennem, az úgy jó. Tehát ilyen dolgot kaptam akkor a mindenható Istentől. Tehát szó szerint kaptam egy ilyen látogatói engedélyt a mindenható Istentől, hogy ezt én megtapasztaljam. Na, de most akkor áttérnék arra, hogy ez hogyan történhetett meg. Ez benne van az evangéliumban, hogy ez hogyan történhet meg. Tehát én, amikor Indiában voltam, én mindent magam mögött hagytam emberek. Én úgy maradtam Indiában, hogy én lehet, hogy többet soha nem fogok hazajönni. Többet soha nem fogom látni sem anyámat, sem a testvéreimet, sem a barátaimat. Ez az én új hazám. Addig megyek, amíg elfogy az út a lábam alól, szó szerint. Volt nekem egy ilyen tervem. Elengedtem mindent. És emberek, amikor én elengedtem mindent, akkor én megkaptam mindent. Sokkal többet kaptam mindenből, mint amire szükségem volt. Egyszerűen mindig a helyemen voltam. És igen, teljesen spontánul történt minden. Találkoztam ilyen nyomorultakkal, ilyen különböző ilyen megkötözött emberekkel. Egyik kábítószerrel volt megkötözve, a másik Oroszországból menekült, mert elkapták kábítószerrel, valami orvos volt, tönkre volt nem az élete. Hogy nem, azt adtam innen, hogy Isten, ott voltunk együtt. Néhány napig vigasztaltam, úgy, ahogy adta nekem a lélek, akkor ugye, és végeztem a dolgomat, nem gondolkodtam azon, mit csináljak, mit ne csináljak. Lélek által csináltam azt, amit csináltam.
És ez ugye véget ért 9 hónap után. Lejárt a látogatói engedélyem, és visszajöttem ugye a Székelyföldre, vissza Gyergyóba, vissza a bűnbe, vissza a szabadosságba, vissza a perverzióba, vissza a földi világéletbe, ugye. Persze nem találtam az örömöt semmiben, tehát bármit kívántam, megkaptam. Legdurább az volt, hogy mindent megkaptam, amit kívántam. De mégis éreztem, hogy hiányzik valami, nem tudtam, hogy mi az. És igen, akkor találkoztam én Krisztussal, tehát hallottam, hogy nincs bizonságtevőket, akik beszélgettek róla, és Isten használt embereket, hogy fejje a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség is. Elkezdtem olvasni az evangéliumot, és akkor Isten megérintett és átformált, ugye szépen lépésről lépésre átformált a lelkemet. És úgy igazából csak most értem meg, emberek, hogy én akkor, amikor Indiában voltam, tehát az ugye az illegitim volt, tehát az nem volt törvényes. Tehát Isten ő felülírhatja a saját törvényeit, de az ember nem írhatja felül az Isten törvényeit. Tehát ő nekem jogtalanul adott nekem betekintést. Nekem Indiában az, hogy én betekintést nyertem abba, hogy mit jelent létezni Isten tenyerén, az jogtalan volt. Tehát ilyen látogatói engedély volt, érdemtelenül kaptam. És akkor most visszajöttem ide ugye Európában, Magyarországra, hogy találkozzak az élő Isten szavával, találkozzak az evangéliummal, hogy újjászülethessek, hogy amit én Indiában megtapasztaltam, az váljon olyan valósággá számomra, amit Isten úgymond jogosan nekem adhat. Mert nekem a látogatói engedélyem az jogtalan látogatói engedély volt. Érti ezt valaki? Tehát jogtalan látogatói engedély volt a számomra. Én nem jogosan kaptam betekintést a mennyek országába. Csak azért, hogy tapasztaljam meg, hogy körülbelül milyen volna Istennek a terve. De ahhoz, hogy én azt örökölhessem, hogy én örökre benne maradhassak abban az állapotban, amit én oda kint megtapasztaltam, ahhoz én újjá kell szülessek. És ezért beszéltem az igazságnak a szeretetéről. Ha valaki szembesül azzal, hogy egy lagymatag féreg, ha mehetsz te szembesülni azzal, hogy egy langyos hitvány alak vagy, ilyen kétfelé sántikáló, ilyen érdekből hívő ember vagy, akkor kérd Istent, hogy adja neked szeretetet, szerelmet, tüzet a szívedbe. Mert azt, hogyha nem kapod meg, akkor nem, nincs, hogy megmenekülj. Maradsz a rothadásban, a testben. Szóval, meg kell értsem, miután azértem, hogy ahhoz, hogy én örökre bekerüljek abba az állapotba, amiben én betekintést nyertem itt a Földön, ahhoz én újjá kell szülessek. Mert a hitvány, a parázna, az önmagát dicsőítő, az önimádó, az önszerető, vagy az önmagát megvalósítani akaró nem örökölheti a mennyek országát. Tehát szükséges az újjászületés. És akkor most kiemelném az egészből azt, hogy mivel járt az, tehát hogyan tudtam én megkapni ezt a hatalmas kegyelmet Istentől. Vagyis mit kellett én ebből megértsek? Azt, hogy én mindent el kellett engedjek. Tehát amivel én azonosultam addig, a barátnőm, vagy a barátaim, vagy a motorkerékpárom, sőt, amikor már benne voltam ebben az állapotban, hazatelefonáltam a barátomnak, hogy te, a motorom a tiéd, ajándék, beleöltem a rakáspénz, de nem érdekel, tiéd, vigyed nyugodtan. Tehát éreztem azt, hogy nem kell nekem semmi, nekem a régiből semmi nem kellett, emberek. Nekem Gyergyóból, Székelyföldből, székelységből, magyarságból, európaiságból, világiasságból, gazdagságból semmi nem kellett. Miért? Az én már megtapasztaltam azt a hihetetlen nagy gazdagságot, amit nekem Isten mutatott. Érthető? Tehát én betekintést nyertem abba a gazdagságba, hogy nekem én semmit nem kell birtokoljak, apámé. Hisz minden az enyém. Nekem adja mindenható Isten. Nekem nem kell legyen egy ilyen legjobb barátom valahol Budapesten vagy Gyergyóban. Nekem nem kell legyen egy jó barátnőm, nem kell nekem legyen szeretőm. Nekem semmire sincsen szükségem, mert minden az enyém. Minden. Pont azáltal, hogy mindent elengedek. Na ehhez mit szóltok? Mi nekünk egy olyan Isten kéne, ilyen faragott Isten. Olyan kéne, hogy szeresse a mi szokásainkat, a mi hagyományainkat, meg azt, hogy a családtagjainkat, a haverünket, a verjeinket, a földi baráti körünket, szeresse mindent, de nem. Ő nem lájkol mindent. Azt mondja, engedd már el, engedd el, helyezd mindent az én kezembe, mert különben sosem leszel szabad. Mert az én gyermekem nem attól az én gyermekem, hogy neki van egy gyermeke. De az én gyermekemnek nincsen gyermeke. Érthető, valaki felfogadja ezt? Isten gyermekének nincsen gyermeke. Hogy lehetne gyermek a gyermeknek? Mi vagyunk teljesen zakkanva. Érthető a hatalmas csavar,
Hogy mi? Tehát úgy van neked gyermeked, neked kisfiad vagy kislányod, hogy te szó szerint Istent játszol. Istent játszol. Tehát Ádám és Éva istenítették magukat. Ez itt mondja a magyar asszony, fehér nép, hogy az uram. Tehát is így mondta mostanig. De hogyha visszamegyünk a törvénybe, kemény törvénybe, továbbra is úgy lesz, nem úgy lesz, hogy az asszonynak véleménye lesz mindenről, ilyen nem lesz. Nem. Hogyha már férhez ment, ott már hello, kész, el van szakítva Istentől, az ő ura, az ő férje. És a férjének az ura a rendszer, a király. Ez lesz, emberek. Megint ez lesz. Ez a törvény alatt. Törvény alatt. De Isten nem ezt akarta, hanem azt, hogy legyünk a törvény fölött, az ő tenyerén. A törvény ne fölöttünk legyen, hanem alattunk. De ez gyermeké kell lenni teljes mértékben. Érti ezt valaki? Valaki felfogja ezt? Újjászületés. Gyermek vagy. Nem vagy anyuka, nem vagy feleség, nem vagy fér, nem vagy apuka. Egy apuka van csak. Abba az országba, ahol vár téged a mindenható Isten. Ott már csak egy apuka van. Az Atya Isten. A mennyei Atya. És ti mindannyian testvérek vagytok. Ezért, hogyha valaki nem tud kilépni, vagy nem kívánja megismerni az igazságot Isten től annyira, hogy kilépjen teljesen ebből a hierarchiából. Tehát, hogy én nem várom azt, hogy ugye valaki engemet magánzon, vagy hogy jaj, hát ő 20 éve fiatalabb, mint én, akkor magánzon engemet, vagy kikérem magamnak, nincsenek emberek. Aki ebbe bele van ragadva, az keményen, brutálisan kell szenvedjen, hogy valamiképp a lélek megmeneküljön. Törjön össze jó keményen, durván, mit tudom, akármilyen betegséggel, vagy bármilyen tragédiával. Törjön szét az illúzió. Hát Isten azt akarta, hogy ezt az illúziót széttörje bennünk. Széttörje, teljesen szétzúzza bennünk az illúziót. Ügyelj, ember, mert te nem vagy férj. Te nem lehetsz férj. Mennyországában nincsenek férjek. Nincsenek apukák. Nincsenek professzorok, igazgatók. Sem katonahősök, sem katonatisztek. Csak gyermekek. Te nem vagy férj. Te nem vagy feleség. Te nem vagy anyuka. Ha nem vagy gyermek, akkor semmi nem vagy. Egyenlő vagy a trágyával. Megszülettél, hogy majd meghalj, és a testet, a földet megtrágyálsza. Ennyi vagy csak. Érti ezt valaki? Egy teljesen új világ nyílt meg nekem. Azért is tettem ezt a képet, hogy ezek a gyerkőcök által szólt hozzám a mindenható Isten. Ők körülfogtak engemet, játszottam velük, beszélgettem velük, minden szerettek. Akkor még volt pénzem nekem is, de azt akarták, hogy elmenjek velük étkezni étterembe. És azt akarták, hogy ők engemet hívjanak meg. De mondtam, hogy fiúk, nem kell, mert nekem is van pénzem. Nem. Be akarunk hívni. És összedobták minden pénzüket, ott az összes aprót összedobták ezek a gyerkőcök, hogy engemet megvendégeljenek, meghívjanak egy ételre. De nem volt elég pénzük még úgysem. És megáldottak embereket, és kértek tőlük pénzt, hogy engemet meghívhassanak, engemet megvendégeljenek. Én így utólag ezt, hogy megértem, hogy Isten miket tett velem, én úgy érzem, hogy elfog a sírás is, és érzem azt, hogy mennyire nem vagyok méltó sem az ő nevére, sem az ő szavára, sem az életre, sem az ő ajándékaira, sem az ő kegyelmére. Emberek, mint egy méltatlan patkány kaptam én mindent ajándékba. Én semmit nem érdemeltem meg. A mennyek országát, aki meg akar érdemelni, sosem fogja meglátni. Aki tudja, hogy nem érdemli meg, de mégis vágyik a szívében Isten közelségére, megkapja ajándékba. Ezekben a gyermekekben a mindenható Isten megjelent, és megmutatta nekem, hogy milyen a mennyek országa. Nekem bűnös, pervers állatnak. Ezért mondom, hogy én, noha több ezer felvétel van az interneten, össze-vissza mindenfelé, az semmi, amit én adhattam a világnak, ahhoz képest, amit kaphattam, mindenható Isten kegyelméből. Nem tudtam úgy elmondani, sosem, ahogy az valójában volt, annak teljes dicsőségében, hogy az milyen szép volt. Isten hogyan mutatkozott meg az én életemben? Egy bűnös, parázna embernek, egy latornak. És akkor jöttek a tanítások, mert én ezt kezdtem megérteni, hogy mindent el kell engedjek. Igen, jött a hatalmas botrány, hatalmas, óriási botrány, mert én el akartam engedni mindent, csak nem tudtam. Elengedtem egy valamit, és belekapaszkodtam két más dologba. De az agyamban már értettem a mennyek országának a lényegét. Az elmémbe értettem, és nem tudtam megvalósítani. Akkor gyötődtem keményen. Tehát fel kellett fogjam, hogy én hiába értem, mert én az agyamban tudom, hogy el kell engedjek mindent. De főképp, miután visszajöttem a bűnbe, Gyergyóba, a régi bűnös életembe visszajöttem. Nem, hogy elengedtem volna valamit, hanem még többet halmoztam. Még több bűnt halmoztam. Tehát noha láttam az értelemmel, felfogtam, de a mennyek országa az, hogy én mindent elengedek. Mindent. Az értelemmel felfogtam, de nem tudtam megvalósítani. És ezután jött be az életembe a kegyelmi ajándék, a Krisztus. És ő mondta nekem, hogy Attila, ez embernél lehetetlen. Amit te megláthattál, te megláttad, az értelmeddel felfogtad, de ezt ember nem csinálhatja meg. Csak az élő Isten csinálhatja meg az emberben. Hogyha az ember vágyik arra,
ismerje az ő teremtőjét, az ő szavát, Krisztust, akkor ez megtörténik. Botrányos kijelentések. És akkor így megláthattam ugye az elmúlt időszakban azt, hogy még úgy is, hogy én tényleg most úgy élek többnyire, hogy nincs senkim, nincs nekem senkim, jóformán senkivel nem beszélek. Ha a lélek indít arra, hogy valakit keressek meg, azt megkeresem. De nem úgy, jaj, hát rég nem beszéltünk, gyere beszéljünk, nem ilyen nincs. Nincs ilyeneke, ilyen nincs. Vége. Tehát nem csináltak én rutint, hogyha az Úristen a rutintól engemet megszabadít, a robot gépies üzemmódtól, akkor én miért akarok én rutint csinálni? Egy barátommal, vagy egy női személlyel például. Akkor jól megszeretem, és akkor ő az én barátnőm, vagy az én felesége. Ne, kész, vége, nem kell rutin. Hát még így is megmutatta Isten, hogy még így is milyen nehéz itt hagyni ezt a bűnös világot. Hát akárhogy is megszoktam, hozzászoktunk. Úgyhogy nincsen semmim, tehát nincsen semmilyen megszokott programom, meg ilyen szokásaim, vagy dolgaim nem igazán vannak. De még úgy is Isten mutatja, hogy nehéz volna itt hagynom ezt a földet. Na most képzeld el, hogyha valakinek, én azt mondom, hogy nehéz, tehát Isten nélkül én sem tudnék megboldogulni. Tehát úgy, hogy azt mondanám, hogy mindenkinél szabadabb vagyok. Vagy Pál apostol mondta, picit nagyképűen, nem az én érdemem. De olyan szabadságot adott nekem a mindenható Isten, amilyet én nem is láttam másoknál. Jóformán. És még így is azt kell mondjam, hogy nem tudnék kiszabadulni a bűntestéből emberek. Az Úristen kiemel az ő kegyelmével valahogy. Úgy igen. De én magamtól nem tudnám letenni, mint ahogy Jézus letette az ő testét. Ő letette, én nem tudom letenni. Na, hogyha én ezt mondom, aki azzal dicsekedik a Krisztusban, hogy most mondjam azt, hogy sok emberrel szemben szabadabb vagyok. Sok embertársammal szemben szabadabb vagyok. Vannak biztos szabadabbak is, mint én. Lehet, nem tudom. Vagy egészségükre. De én sok emberrel szemben szabadabb vagyok. És én azt mondom, hogy nekem lehetetlen megszabadulni a bűntestéből. Mennyivel inkább egy olyan személynek, akinek van nagyon fontos személy az ő életében, férj, vagy feleség, vagy anyuka, vagy apuka, vagy gyermek, és ilyen kötődések. Neki milyen nehéz. És azt nem azért mondom, hogy téged megalázzalak, hanem azért, hogy szembesülj, hogy hogy vagy megkötözve a gyermekeddel, gyermeked iránt érzett, úgymond kapcsolattal, beteges kapcsolattal hangsúlyozom. Mert van egy egészséges kapcsolat, egy természetes kapcsolat. Egy olyan kapcsolat, hogy Isten téged az ő testvérévé tesz, és szabadon tud őt bocsájtani teljes mértékben, ahogy ő Isten kéri azt tőled, és ő is téged, de nem úgy, hogy lelakom a gyermekemet, kiszipolyom az a lelkét testéből teljesen, mert annyira hitvány vagyok, annyira el van torzulva a lelkem, hogy nincs más örömöm, csak a gyermekemből, csak a feleségemből, csak anyámból, csak apámból, és egymást így taszítjuk a pokolba szó szerint. Ezekkel a beteges kapcsolatokkal, amit mi úgy hívunk, hogy családiasság, családi szeretet. Mi? Egymást gyilkoljuk, emberek. Egymást gyilkoljuk. Érthető? Egymást a szeretet nevében szurkáljuk innen, mint a zinger varrógép, hogy szúrja a ruha vásznat. Úgy szurkáljuk mi egymást a szeretetünkkel, a beteges, eltorzult szeretetünkkel. Vagy én hogy szeretem a fiamat? Persze, szeretette őt. Kinyírod ember a gyermekedet? Kinyírod őt? Amíg te nem kaptad meg, hogy mi az, hogy szeretet Krisztustól. Te nem tudsz szeretni. A szeretet nevében gyilkolsz. Gyilkolod a feleségedet, a férjedet, a gyermekedet és mindenkit. Kemény szavak. Akinek füle van, hallja. Hallja meg. Na Isten ő kijelenti mindenkinek magát. Örömmel is jó kedve. De ehhez kell a szeretet. Kell az igazság szeretet. Kell a hűség. Hogy úgy kívánd Istent, mint ahogy embert, nőt vagy férfit soha nem kívántál. Annál jobban. Ha ez nem nincsen meg benned, akkor menj a tükör elé és mondd ki, hogy hitvány vagy. Hitvány. Jellemtelen. Langyos. Kétfelé sántikáló. Mondd ki. Mondd ki, hogy merre szembesülni. És hogy szükséged van arra, hogy Isten megadja azt a tüzet, azt a forróságot a szívedbe, hogy úgy vágyakozz rá az ő jelenlétére, mint ahogy semmire sem vágyakoztál korábban. Mindennél jobban. Ez, ha nem történt meg, emberek. Ki lehet kapcsolni a kiáltószót, össze lehet szépen csukni a Bibliát, mindent, és lehet menni templomba, moziba, strandra, addig, amíg felborulsz. Addig, amíg felborulsz. Kemény szavak ezek, én ezzel nem megjeszteni akarok bárkit is, hanem szembesülni azzal, hogy mi mit hiszünk Isten ember kapcsolatnak. Hogy az, amit mi úgy gondolunk, hogy ez Isten hit, az semmi. Az egy hatalmas önáltatás, önámítás, emberek. Önáltatás, önámítás. Tehát annyira ahhoz, hogy az ember felvétessen a mennybe, hogy mondta Jézus. Annyira kell vágyakozzak az élő Isten jelenlétére, hogy amit én korábban úgy hittem, hogy szeretet, minden úgymond olyan lesz, mintha gyűlölet volna. Tehát ahhoz a szeretethez képest, amit érzek a teremtőmmel szemben, minden más gyűlölet. Amiről azt hittem korábban, hogy szeretet,
az csak gyűlölet ahhoz képest, hogy mit érzek, mit kell érezzek teremtőm iránt, hogy engemet kiszabadítson ebből az illúzióból, ebből a mocsok trágyából, trágyadombról, ahol vagyok. És ezért kell megengedje az Isten neked és az ő gyermekeinek, hogy fájjon, ez az eltorzult világ fájjon, fizikai fájdalmat okozzon, az, hogy nincs, amiről beszélj, nincs egy lélek, akivel beszélhetnél, mert mindenki szerox, mindenki utánzat, mindenki másolat. Az embernek nincsen lelki kapcsolata, nincsen lelki élete, csak zombi, mint a malac az istállóban, röfög és kajál és szarik. Tehát el kell érni az ember abba az állapotba, hogy fájjon neki az, hogy akikkel ő azt hiszi, hogy beszél, valójában ők nem beszélnek, hanem röfögnek, mint a malacok az istállóban. Mert csak test, és nincsen bennük a lélek. Alszik a lélek. És amíg ez valakinek nem fáj, addig nincs ahogy megismerje az igazságot. És ezért akaszt ki néha az, hogy emberek jönnek és ide be kommentálnak, hogy jaj, hogy mit mondasz, meg hogy beszélsz, meg minden. És látom, hogy nem akarja, tehát valósággal irritálja őt az igazság, nem akarja érteni a lényeget, nem akarja a lelkével megtapintani, megérinteni az élő Isten jelenlétét. Mindenre egy standardot akarunk felállítani, egy sablont. És már annyi sablon van felállítva az életünkre, hogy gépek lettünk, robotok. Tehát ilyen biorobotok szó szerint. Meg én nem tudom, hogy Jézus hogy beszélhetett azokban az időkben, meg az apostolok. De az biztos, hogy ott olyan tűz volt az ő szavaiban. Ő nem válogatta szavakat. János sem, de Jézus sem, teljesen biztos. Ott olyan szembesülések voltak, ott szakadt minden. Ott az illúzió össze-vissza szakadt, darabokra szakadt. Ez teljesen biztos. Ezért, amik vannak a vallásokban, a gyülekezetekben, ez egy brutális gics, egy sátáni gics. A Krisztusnak a lemajmolása, az Antikrisztus. Miért félnek az emberek a haláltól? Gondolkozz el egy picit ezen. Miért fél az ember a haláltól? Azért, mert amivel ő asszociálja az ő létét, az ő létezését, az a sok fontos dolog, meg személy, meg karakter, meg hely, meg emlék, amivel ő asszociálja magát, azok mind itt vannak. Igaz, hogy minden haldokol, minden elmúlik, minden haldoklik és minden elmúlik, amivel valaha magamat asszociáltam, minden elmúlik. Milyen nyomorult vagyok, nyomorult kis féreg vagyok, mert amivel asszociáltam magamat, az én földi létemet, amivel azonosítottam, anyám, apám, testvéreim, lakásom, vagyonom, kincse, minden, az minden elmúlik. És nem történt meg az újjászületés. Mi az újjászületés? Az, hogy az újjászületésben én magamat már nem a földiekkel asszociálom, nem a földiekkel azonosítom, hanem a mennyeiekkel. Jézus szavával. Ez az újjászületés. Nem az, hogy hát én amikor újjászülettem, miről beszélsz, újjászülettél? Meg vagy teljesen részeged, de miről beszélsz? Miféle újjászületésről? Minden függőséged a régi, relációk, kapcsolatok. Minden a régi. Függesz mindentől, amitől eddig is fügtél. Minden mulandótól és halandótól függsz. Miféle újjászületésről beszélsz? Ha? Ugye milyen érdekes tróger az agy? Ő azt is ejteti velem, hogy újjászülettem. Persze, hogy újjászülettem, hogy ne. De az újjászületés az, amikor Istentől függ a gyermek. És szó szerint fentről, a fentiektől függ, nem a lentiektől, akkor igen, akkor van újjászületés. De úgy, hogy mindentől függök, amitől ettől is függte, minden megkötözöttségem, testi függőségem, személyi függőségem, egzisztenciális, meg mindenfajta függősége, ez miféle újjászületés? Pál apostol elment is. Elszakadt mindentől, amit ő magáról hitt, mindentől elszakadt. Persze Istenem azt mondja, akkor most, mit tudom én, dobd ki a gyermekedet, nem erről van szó egyáltalán, hanem arról, hogy a kapcsolatod megerősted a mindenható Istennel, akkor a régi kapcsolat elveszíti a hatalmát fölötted. Tehát bármi történik az én földi szeretteimmel, földi barátaimmal, az engemet nem érint, vagyis nem tud megsebezni. Miért? Az émet én már nem a lentiekkel, nem a fentiekkel azonosítom magamat. Azért fontos erről beszélni, és nyugodtan erről más is beszélhet. Tehát ne gondolkozzatok úgy, hogy jó, erről beszélt a kiáltó szó, és akkor mi van, ha én beszéltem erről? Attól te még továbbra is hűséges kell legyél. Tehát saját érdekedben, hogy a te lelked éljen. Neked fontos hűségesnek lenned. Ha neked ugyanezt mondja mindenható Isten holnap vagy egy hét múlva, akkor te erről beszélj. Úgy, ahogy neked adja. Úgy beszélj erről. És figyelj meg egy másik érdekes gondolat, amit a mai nap folyamán kaptam. Beszélgettem egy kedves barátommal. Kizártam magam ebből a világból. Én zártam ki magam ebből a világból. Hogy zártam ki magam ebből a világból? A bizonságtétellel. Bizonságot tettem mindenről, hogy hiába valóság, gonoszság, felette nagy hiába valóság, bűn.
Bizonságot tettem a tanügyi rendszerről, az oktatási rendszerről, közoktatásról. Bizonságot tettem a politikáról. Bizonságot tettem a hazug, képmutató családi struktúráról, amiben élünk. Bizonságot tettem a mindenről, amivel mostanig asszociáltam magamat. Mindenről bizonságot tettem, hogy bűnös, tolvaj és rabló. Minden ellen bizonságot tettem. Minden ellen. És miért? Azért, mert én haragszom azokra a dolgokra? Nem, nem haragszom. Magamért. Magamért. Magamért tettem bizonságot minden ellen. Minden képmutató emberi rendszer ellen. Minden bábeli rendszer ellen. A katolikus rendszer ellen. A keresztény rendszerek ellen. A keresztény politika ellen. A tudomány ellen. Minden ellen bizonságot tettem. Miért? Azért, hogy ne akarjak oda visszamenni, mint a kutya hányásához, hogy felnyaljam azt. Ezért. Bizonságot teszek az élő Istenről, az ő szabadításáról, de bizonságot teszek a világi dolgokról is, hogy az ő cselekedeteik gonoszak, sötétek, és ezáltal kizárom magamat ebből a világból. De mi történik azzal, hogy én kizárom magamat a világból? Mi történik azzal, hogy én kizárom magamat a külső sötétségből? Az, hogy bekerülök a belső világosságba. Ugye értitek? Én azért teszek bizonságot, mert figyelj meg, mit csinál a hitvány. A hitvány szar alak mit csinál. Az én, az ego mit csinál. Óvatosan beszél. Apukával, anyukával, apácsival, mindenkivel óvatosan beszél. Sosem lehet tudni, mikor kell, hogy visszamenjek felnyalni a hányásomat. Sosem tudhatom, mikor megyek hányást nyalni. Akkor szépen óvatosan beszélek, hogy nehogy valaki megsértődjön. Nehogy valaki megsértődjön. És így szépen mindig megyek balra is és jobbra is. Balra is, jobbra is. Még meddig sántikálhatok két felé? Kérdezi Illés. Még meddig? Nem azért teszek én feltétlenül a katolikus egyház ellen bizonságot, mert ők milyen gonoszak. Én tudom, hogy ott is néhány ember meg fog menekülni. Néhány ember, talán néhány pap is meg fog menekülni. Meg fogja látni, hogy sátának dolgozott. Talán meg fog menekülni. Én magamért teszek bizonságot. A katolikus egyház ellen, a pápai hatalom ellen, hogy kevésbé kísértsen az a gondot, hogy jaj, hát nem is olyan rossz, meg lehet szokni. Olyan kedvesek, és karácsony, és együtt összetesszük a kezünket, és mondunk egy rózsafűzért egymásnak. Értető, hogy miért kell bizonságtétel? Értető, hogy miért mondta Jézus, hogy a gyávák nem fogják örökölni a mennyek országát? Sem a latrok, sem a báványmádok, sem a paráznák, sem a hitványok, sem a hazudozók, sem a gyávák nem örökölhetik az országot, mennyek országát. Akik nem vállalják fel, hogy oda nem tartozom, hogyha fő belőttök, akkor sem tartozom oda, mert hitvány, hazug és gyilkos rendszer. És a hitványhoz, a hazughoz, a gyilkoshoz nem akarok tartozni, még akkor sem, ha nincsen semmi más, ahol tartozzak. Felülök a hegy tetejére, és nézem az eget, nézem a madarakat, és még ha lefosnak, úgyis jobban jártam. Ha rám tojik a madár az ágról, a faágáról, még úgy is jobban jártam, mint hogy asszimilálódjak a sátán rendszerébe. Ezért kell a bizonságtétel Jóska bácsi, Péter bácsi, Csaba bácsi és mindenki, Melike néni. Ezért kell a bizonságtétel, hogy felvállaljam, hogy nem nézlek le, de ide, ehhez a dologhoz, amit én mostanig én is úgy támogattam, mint ti, nem vagyok jobb, mint pont olyan szar alak vagyok, mint ti, bűnös ember vagyok, mint ti, én is úgy támogattam, mint ti, de ennyi volt emberek. Tovább ezt nem támogatom. Hogyha nem lenne mennyek országa emberek, akkor sem kéne ezt támogassa, mert ez halál. Az emberekből zombi csinál. Érthető? A gyermekeket néhány évesen átformálja, robottá teszi, zombi csinál belőlük. Hogyha nem létezne mennyek országa, hogy mondta Jézus, akkor sem kéne akarjam, hogy ehhez tartozzak. Akkor tényleg inkább kimegyek a dombra, és elültetem magamot, mint egy fa. Legyek akkor inkább fa. Ahogy mondta Petőfi, legyek fa, amelyen villám fut keresztül, vagy amelyet szélvész csavar ki tövestül. Legyek kőszírt, amelyet hegyről a völgybe, egecs földet rázó mennydörgés dönt le. Hát akkor legyek inkább, mit tudom, hóvirág, vagy bármi. Az a képmutató hazug rendszer, illúzió, amiben voltam, bizonságot teszek, hogy gyilkos, emberi lelkek millióit mészárolja le, viszi a tűzbe. Érthető ember, aki ezt hallja, hogyha ha Jézus hazudott volna a mennyek országáról, hogy valójában az nincs is, még akkor sem kéne akarjak ehhez a rendszerhez tartozni. Így van, elválasztódik a búza az ocsutól, aki szereti ezt az elcseszett, torz, pervers életét a földön. Nem örökölheti a mennyek országát. Egy sem, senki. Felejtsétek el. Aki még itt akarja magát megvalósítani, akinek itten még tervei vannak, aki ezt meg akarja javítani, annak az embernek hello, az kész.
az egyszerűen nem akarja megismerni az élő Isten, a dicsőséges Istennek az életre hívó szavát. Egyszerűen nem akarja megismerni. És ezt sem akarjuk felfogni, látjátok, hogy milyen hitványok vagyunk. Azt sem akarjuk felfogni, hogy Jézus, amit mondott, és le van írva a négy evangéliumban, és ugye vannak különböző fordítások, és nagyon fontos alap. Isten használja azt, hogy a lelkünket feltámaszza és megelevenítse. De amit Jézus, ami le van írva a négy evangéliumban, még az is halott emberek, még az is halott, ahhoz képest, hogy az ő barátai, az ő gyermekei hogy kéne éljenek és beszéljenek az ő lelke által. Még az evangélium is halott. A négy evangélium halott emberek. Tehát még a hegyi beszédet is Istennek minden egyes gyermeke tűzzel kéne mondja, tűzzel. Kívánom, legyen olyan nyomorúság ezen a földön, amilyen még nem volt. Kívánom. Magamnak is, nektek is. Hogyha nekünk a tűzhöz nyomorúság kell, akkor legyen nyomorúság. De legyen tűz. Legyen tűz emberek. Mert nem az az evangélium, amit elolvas egy ember a Bibliából, hanem az evangélium az, amit Istennek a gyermeke mond lélek által, tűzzel, ami meg tudja kívántatni az emberekkel az igazságot. Az az evangélium. Noha Isten használja a Bibliát, és a sorokat megeleveníti, nekem is ezt tette, és másoknak is. De hogy én ezt elolvastam, és Isten azt belém oltotta, Krisztus belém oltotta, akkor amit én mondok, az erősebb kell legyen, mint a leírott halott betű emberek, mert bennem az igazság már él, feltámadt. Így kéne létezzünk. És csak így van értelme a létezésünknek. Így van létjogosultságunk. Másképp nincs létjogosultságunk. Hogy folyton féljünk, hogy jajon, vajon, hogy lesz, mint lesz az ördög balról, meg jobbról, meg mindenhonnét. Nem emberek. Jézus nem félt az ördögtől. Az ördögök féltek tőle. Jézus nem videkezett. Ő támadt tűzzel. Tüzet hoztam erre a földre. Mennyire szeretném, hogyha már lángolna? Ezt mondta ő. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!